Barátságtalan időben lépett pályára vasárnap kora este a Gyulai Termál FC és a Monor. A mérkőzés negyedik percében Burai Balogot indította, de az akció nem járt sikerrel. A 12. percben Nagy Gergely távoli szabadrugása a kapu fölött hagyta el a játékteret. Sipos Krisztián szabadrugása Nagy Gergelyhez került, de a labda egy vendégjátékoson megpattanva szögletet eredményezett. De ezt biztosan fogta a Monoriak hálóőre. A 24. percben a Monoriak veszélyeztették a hazai kaput, amikor egy bedobás után Hunya Krisztián lövése nem sokkal a kapu felett hagyta el a pályát. A 25. percben aztán a Monoriak szerezték meg a mérkőzés első gólját, amikor Miholics Milán passza után Sárközi Szabolcs helyezte a játékszert a kapuba. A 30. percben ismét a vendégek kerültek helyzetbe, de az ellenfél távoli lövése nem jelentett veszélyt a gyulai kapura. A 36. minutumban Balog Milán kapott jó labdát Siposton, de gól nem született. Az első félidő utolsó előtti percében aztán egyenlítettek a hazaiak, újra Sipos hozta helyzetbe Balogot, aki nem hibázott. A második félidő elején mindkét csapat ki tudott harcolni kisebb helyzeteket, de eredménytelenül. Az 55. percben Nagy Gergely szabadrugását könnyedén fogta a vendégek hálóújra. A 63. percben próbált támadni a Monor, Sárközi passzolt Kis Krisztiánnak, aki azonnal lőtt, de ebből sem született gól. A 76. minutumban ismét a Termál jutott helyzetbe, Okos vezette a labdát a jobb szélen, a beadás után az ellenfél beleért, az érkező Nagy Gergely pedig fölé lőtte. Nem sokkal később Nagy passzolt Ferencének, akinek a beadását Okos levette, de a befejezés már nem sikerült. A 88. percben még változhatott volna az eredmény, a csereként beállt Banai Balázs Hunyától kapott labdát, amit azonnal rálőtt, de csak a kapufát találta el. Így maradt az 1-1. Az első fél időben ugye egy átlövés gólból meg tudta szerezni az ellenfelünk a vezetést, és az volt a fontos benne, hogy talpra tudott állni a csapat, mert a lelki meg mentális állapotban mi vagyunk már hetek, hónapok óta, ez óriási dolog. Én azt mondom, örülni kell az egy pontnak is, ezzel is előrébb vagyunk, ez is pont, és aztán még van 4 forduló arra, hogy gyűjtögessük a pontjainkat és stabilizáljuk a helyzetünket. A vendégcsapat edzője úgy érezte, reális a döntetlen. Úgy érzem, hogy a gólunkig egyértelműen mi uraltuk a játékot, helyzetekbe, támadásokba domináltunk. A gólunk után túlzottan megnyugodtunk, felvettünk egy olyan stílust, ami hát nem jellemzett eddig minket, és ki is engedtük a mérkőzést a kezünkből, vagyis az irányítást. Ennek köszönhetően ugye a Gyula egyenlített, a második félidőben próbálkoztunk, kapufát is rúgtunk, helyzeteink is voltak, de mondom, az a stílus, amiben játszottunk, az nagyon nem tetszett. Ez egy pontot ért. A 34 ponttal a 12. helyen álló Termál a jövő héten a feljutásra is esélyes Újbudához látogat.